A MÁV szimfonikusok zenekar koncertjét élvezhették az érdeklődők a Pécsi Kodály Központban. A hangverseny egy kiemelt esemény, a kulturális intézmény ugyanis idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, a Vasutas Együttes pedig alapításának 75. évébe lépett. A MÁV szimfonikus zenekart 1945-ben alapította a MÁV akkori elnöke. Május 1-én volt az első koncertünk, tehát el lehet képzelni, április 4-én volt ugye a utolsó napja a háborúnak, és már május 1-én felállt a zenekar, mert az akkori elnök olyan fontosnak tartotta azt, hogy az ország ne csak materiálisan épüljön föl, tehát ne csak újjáépítsük, hanem az emberek lelkét, amelyik a háborúban megsérült, azt is gyógyítani kell. És erre a legjobb eszköznek a klasszikus zenét találta. Úgyhogy úgy gondolta, hogy a vasútnak feladata nem csak árut szállítani, meg személyeket, hanem szintén kultúrát is, és adott a zenekarnak egy vonatot, volt férfi szakasz, női szakasz, és a hangszereknek egy külön kocsi, és ezzel egész 1986-ig jártuk az országot. Így ez volt a kezdet, úgyhogy tavaly voltunk 75 évesek, azóta persze az együttesünk Magyarország egyik vezető szimfonikus zenekara lett, amely nem csak itthon, hanem határainkon túl is ismert zenekar. A világon is egyedülálló, hogy egy ilyen társaság alapítson egy komoly zenei együttest, ami ennyi éven át aktívan is működik. 5 évvel ezelőtt találtunk egy másik vasúti zenekart, a Koreai Vasúttársaságnak, a Koreailnak van egy zenekara. Az mondjuk félig amatőr zenekar, de testvérzenekarunkká léptettük elő, és kölcsönösen volt, meglátogattuk egymást, együtt játszottunk. Aztán most a Covid elvitte sajnos őket, de abban reménykedünk, hogy ha normalizálódik a helyzet, akkor újra fogja őket szponzorálni a ottani vasúttársaság. Egy évben körülbelül egy 140-150 programunk van. Azért mondom direkt, hogy nem hogy koncert, hanem program, mert ebbe beleértendő az is, amikor egy óvodába kimegyünk, és mondjuk hangszerismertetőt tart egy vonós négyes. De azért azt is meg kell szervezni, arra is fel kell készülni. Nagy zenekari koncertből mondjuk egy 50-60 darab van. Külföldön játszunk évente mondjuk egy 20-25 koncertet. Lemezfelvételeink vannak nagy világcégeknél. Szerte a világban, tehát amikor legutóbb Japánba turnéztunk, akkor direkt elmentem egy lemezboltba megnézni, hogy lehet-e kapni MÁV szimfonikusoktól CD-t, és lehetett. Úgyhogy különböző fesztiválokon játszunk. A lényeges eleme a tevékenységünknek, hogy pont a múltunknak köszönhetően, mert aztán ez a vonathoz, amit említettem, csatlakozott az opera is, ez volt a híres Gördülő opera, úgyhogy mi nagyon sok operát játszottunk, és azóta is a zenekarnak egyik profilja az opera játszás, és aztán a 80-as, 90-es években bejöttek a három tenor koncertek, vagy külön a Pavarotti, Domingo, Carrerasszal, bármelyikkel, azokból elég sokat csináltunk mi, és hát ezek mind nagyon nagy élményt, és elég nagy ismertséget jelentenek a zenekarnak. A Kodály Központban különleges hangversennyel készültek a művészek. A mai este tulajdonképpen úgy alakult, hogy tavaly volt egy koncertünk Maxim Vengerovval, még a Covid alatt, szóval csak streamert koncert volt. Eredetileg a Bartók Hegedű versenyt terveztük eljátszani, mert azt még soha nem játszotta, és gondolta, hogy itt Budapesten azt egyszer neki el kell játszani, de aztán a Covid miatt egyre kisebb zenekarba tudtunk csak gondolkodni, és végén a Mendelssohn Hegedű versenyt játszotta, ugyanígy Takács Nagy Gábor vezényletével, és azt mondta, hogy valami olyan jó kémia volt a karmesterrel és a zenekarral, hogy egy olyan magasrendű zenélést tudtuk megvalósítani a színpadon, hogy ő inkább most jövőre ne is a Bartókot játszaná, hanem azt a darabot, amelyiket ő a hegedű versenyirodalom csúcsának tart, a Brahms hegedű versenyt, mert zeneileg ez a legnagyobb kihívás számára. Úgyhogy tulajdonképpen most az ő kérésére
játsszuk ezt a darabot. Brahms hegedű versenye lesz ma a második fél időben, az első felében a koncertnek pedig Brahms második szimfóniája, ami rokona tulajdonképpen a hegedű versenynek, nagyon közel keletkeztek egymáshoz, és mind a kettő D-dur van íródott. A zenekar egyébként minden héten egy-két nagy koncertet ad Magyarország számos pontján, de később, ahogy a vírus helyzet engedi, újra külföldi fellépéseket is terveznek.